Nem jött ki senki, a tulajdonos az állam képviseletében. A nemzeti vagyonért felelős miniszter Bártfai Máger Andrea irodája elé vonultak a postások. Ezt a borítékot szabályosan megcímezték, de nem ragasztottak rá bélyeget. Az épületben a sajtóosztály egyik munkatársának adták át, a követeléseiket tartalmazta. Túl sok a munka, nagyok az elvárások, és nem fizetnek meg minket. Fizetés, emelés, akarunk! A demonstrációt azért szervezték a szakszervezetek, mert nem jutottak egyességre a vállalat vezetőivel hétfőn. A posta kizárólag augusztusra ajánlott plusz pénzt, bruttó 70 ezer és 100 ezer forint közötti egyszeri kifizetést a legnagyobb érdekképviselet a postás szakszervezet szerint. Akkor, amikor 25 év szolgálati év után nettó 140 ezer forintot visz haza az ember, azt ne gondolják, hogy elég is. Az egyszeri kifizetés azoknak járna, akik legalább 5 éve postások. Kevesebb, mint 10 ezer embernek a 28 ezer dolgozóból a szakszervezetek szerint. Ezt elfogadhatatlannak tartják. A havi alapbér 10%-os emelését követelik. A postások bérének átlagban 10-12%-os lemaradása van. Nemzetgazdasági szinten 54%-ot emelkedtek a bérek. Ezt a posta 52%-kal tudta követni. A posta vezérigazgatója sajtótájékoztatót tartott a tüntetés után. Azt mondta, veszteségesek, és egy forintjuk sincs általános béremelésre. A kormánynak pedig az unió szabja meg, hogy mennyit adhat pluszban. Ha többet fizetne a postának, az már tiltott állami támogatásnak minősülne a vezérigazgató szerint. Az uniós szabályozás az meghatároz egy keretösszeget, ami tagállami hatáskörben adható. Ezt a keretet nem tudjuk most túllépni. A bértárgyalások jövő hétfőn folytatódnak az állami vállalat vezetői és a szakszervezetek között. A vezérigazgató azt mondta, nem kizárt, hogy végül minden dolgozó kaphat az egyszeri kifizetésből.